Így néz ki az a térkép, amelyet a 2020-as összeírás adatai alapján készített el a Központi Statisztikai Hivatal a hazai mezőgazdaság szerkezetéről. Az egyes települések nevére kattintva számos információ tudható meg a térség gazdaságairól, például az, hogy egy-egy településen hány hektáron gazdálkodnak, vagy hogy 2020-ban Magyarországon a gazdaságirányítók átlag életkora 58 esztendő volt. Agrárium 2023 címmel a KSH idén is folytatja az adatgyűjtést, amelyre egyébként 2018 óta az Európai Unió minden tagállamát kötelezi. 2020-ban volt az utolsó teljeskörű mezőgazdasági összeírásunk, az agrárcenzus, és 2030-ban lesz a következő, tehát 10 évente hajtunk végre teljeskörű mezőgazdasági összeírásokat. Két teljeskörű mezőgazdasági összeírás között gazdaságszerkezeti összeírásokat hajtunk végre, és az idei gazdaságszerkezeti összeírásnak az a célja, hogy figyelemmel kövessük azt, hogy milyen változások történtek a gazdaságok szerkezetében az elmúlt 3 évben. Szeretnénk napra kész, friss, pontos információkkal ellátni a gazdákat, magukat, tehát ezeket az információkat majd a döntéseikhez is fel tudják használni. Emellett fontos inputokat adunk majd a hazai, illetve a nemzetközi döntéshozóknak is, annak érdekében, hogy a gazdák érdekében jó döntések születhessenek, hiszen jó adatok nélkül nincsenek jó döntések. A tavalyi aszálykárok miatt az idei év kérdései között szerepel majd az is, hogy a gazdák mekkora öntözhető területtel rendelkeznek, milyen növényeket termesztenek, milyen haszonállatokat tartanak, a gazdaságirányító milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, és a gazdaságokban hány munkavállaló dolgozik. 2020-ban, tehát 3 évvel ezelőtt a gazdálkodóknak az 1/10 rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel. A generációváltás szintén egy nagyon fontos témakör. Itt rákérdezünk arra, hogy a gazdálkodóknak vannak olyan szándékai, hogy abba adják a gazdálkodást, és hogyha igen, akkor hogy tervezik ezt, tehát családon belül adják tovább, vagy esetleg eladják a gazdaságukat. A gépekkel, illetve a berendezésekkel kapcsolatosan is fogunk most majd kérdezni. Mindez azért aktuális, mert utoljára 2013-ban kérdeztünk ilyen kérdéseket, tehát a gépekkel, precíziós gazdálkodással kapcsolatosan is lesznek majd a kérdőiben kérdések, illetve még egy plusz fontos témakör, amely 2020-ban került elő, ez az agrár digitalizációra vonatkozik. Ilyen kérdések lesznek például, hogy milyen digitális eszközöket használnak a gazdaságban, illetve használnak egyáltalán internetet egyébként a gazdaság működéséhez. Tóth Péter hangsúlyozta, az adatgyűjtés első szakaszában kizárólag digitális formában zajlik majd a kérdőívek kitöltése. Ez az online szakasz május 15-től kezdődően május 31-ig tart, és körülbelül fél óra alatt elvégezhető. A második szakasz június 1-én veszi kezdetét, ekkor az összeírók tabletekkel fogják felkeresni a gazdákat egészen július 15-ig. Országosan egyébként összesen 85 ezer gazdaságról beszélünk. A 85 ezer gazdaságból 11 ezer az gazdasági szervezet, és 74 ezer az egyéni gazdaságoknak a száma. Az érintett települések száma az országban az 941, tehát hogyha majd az összeírók elkezdik járni a vidéket június 1-én, akkor 941 településnek egy részét fogják majd felkeresni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyébként 81 település érintett ebben az összeírásban, és 6930 cím, tehát összefoglalóan elmondható az, hogy a mostani gazdaságszerkezeti összeírásban érintetteknek közel az 1/10 a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gazdálkodik. Tóth Péter úgy fogalmazott, a korábbi tapasztalatok alapján az adatszolgáltatásban érintette 99,9%-a együttműködő volt, így gyakorlatilag nem volt szükség szankciók alkalmazására. A 2023-as előzetes legfontosabb adatokat a KSH idén szeptember 15-én jelenteti meg.